Üdvözlöm nézőinket! Friss napszemlét hoztunk, mutatjuk is röviden a fontosabb témánkat. Új oktatási helyszínt keres, de nincs veszélyben a székelyudvarhelyi nővérképző. Az utolsó simításokat végzik a Mesebeli Béka játszótéren Csíkszeredában, néhány nap múlva át is adják a teret. Szezonnyitó lovasversenyre készülnek Gyergyóremetén, szombaton elrajtol a Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság. A székelyudvarhelyi egészségügyi asszisztens képző posztlíceum oktatásának egy része eddig a Tamási Áron gimnáziumban zajlott, másik része a kórház területén folyt. Mivel a kórház saját fejlődése érdekében igényt tart arra a két teremre, amelyet eddig a posztlíceum használt a kórház területén, most megoldást keresnek arra, hogy hová helyezhetik át az oktatást. A székelyudvarhelyi RMDS múlt héten közleményben értesítette a sajtót, miszerint az egészségügyi asszisztens képző posztlíceum veszélyben van, hiszen a kórház felszólította az iskolát, hogy június 30-áig költözenek ki az addig használt két teremből. Megkeresésünkre dr. Tóth Attila, a képzés szakmai vezetője elmondta, hogy a probléma valós, de azon dolgoznak a városházával és a kórház vezetőségével közösen, hogy előbb ideiglenesen, majd véglegesen is megoldást találjanak rá. Mi nem gondoljuk úgy, hogy ez egy valós veszély lenne, vagy veszélyhelyzetről lehetne beszélni. Sokkal inkább azt látjuk, hogy van egy helyzet, amiben minden érintett fél keresi azt a legjobb megoldást, amivel ez az oktatás tovább vihető. Ugye a kórház jelezte, hogy azokra a termekre, amelyekben jelenleg az elméleti oktatás egy része folyik, azokra neki szüksége van, strukturális átalakulás miatt, és erre megoldást kér a posztliceum vezetőjétől. Jelenleg az oktatás ugye a Tamási Áron gimnáziumban zajlik, az iskola is tud megoldást biztosítani az oktatás tovább, zavartalan tovább folytatására, illetve a polgármesteri hivatal is az alpolgármester révén folyamatosan egyeztet az érintett felekkel, kórház, posztliceum vezetés, középiskola vezetés, és felkínált lehetőségként egy olyan ingatlanban lévő termeket, ahol egyébként már felsőoktatás folyik, és amennyiben ugye elfogadja ezt a felkínált lehetőséget a posztliceumnak a vezetősége, akkor a nyár folyamán fel is újítja azokat a termeket, amelyekre szükség van, ahhoz, hogy szeptembertől zavartalanul folytatódjon az oktatás. Ezzel párhuzamosan pedig ugye van egy olyan igény az oktatók részéről, hogy azért volt ideális a kórházon belüli helyszín, mert az oktatóknak, ugye elsősorban orvosokról beszélünk, nem kellett messzebb elmenni, könnyebben be tudták illeszteni a programjukba ezeket az órákat, és azért, hogy ez fennmaradhasson, kinéztek, vagyis van az egyik épületrész fölött egy hatalmas 500 négyzetméter körüli padlástér, amelyet beépítve, átalakítva egyfajta helyi oktatási központként lehetne használni. Amennyiben erre szándék van, ez a város tulajdonában lévő ingatlan, akkor ugye ott a tételt, tehát költségtételt kell befoglalni a város költségvetésébe, kell kapni egy ügyes tervezőt, és elindulhat az a folyamat, hogy ez is beérjen. Az átmeneti időszak megoldására kell ugye jelenleg megoldást találni, és én azt látom, hogy igazából mindenki részéről ez a cél, hogy ezt a megoldást megkapjuk, vagy megkapják, úgyhogy én nem látom azt, hogy itt valós veszély állna fenn. Jelen állás szerint tehát nincs veszélyben az oktatás a posztliceumban, a beiskolázási tervben szerepel a következő évfolyam, az iratkozásra júliusban kerül majd sor.
Medvét észleltek a Csíki kert szomszédságában ma délben. A nagyvad jelenléte miatt roalert riasztást kaptak a gyergyószentmiklósi lakók. Bár az üzenetben világosan kérik, hogy tartsák magukat távol az emberek a helyszíntől, ezúttal is kíváncsiskodókat vonzott az övezet, a parkban is zavartalanul pihentek tovább az ott tartózkodók. A csendőrség, a helyi rendőrség és a sürgősségi mentőszolgálat is a helyszínre vonult, mintegy negyed óra alatt elzavarták a lakóövezet közeléből a vadat. Napok kérdése is átadják a csíkszeredai lendület sétányon létesült modern játszóteret, amelyet az alakzatából kiindulva Mesebeli Békának neveztek el. A formabontó közösségi téren nem csak a gyerekeknek lesz lehetőségük majd játszani, hanem a felnőtteknek is készült játékfelület, illetve kutyafuttatót is kialakítottak a helyszínen. Mindemellett a lakóövezet is teljesen megújult. Elkészült Csíkszereda 55. játszótere is, a Mesebeli Béka elnevezésű a lendület sétányon. A béka alakzata kicsik számára jelent majd kalandparkot, de felnőttek és idősebbek is használatba vehetik majd a teret. A munkálatok nagy része befejeződött, napok kérdése, hogy az átadásra is sor kerüljön. Én is úgy vagyok ezzel, mint amikor a kisgyerek várja a Mikulást vagy az angyalt, hiszen azt gondolom, hogy Csíkszereda legmodernebb játszóteréről beszélgetünk, aminél most átadásra készülünk. Tulajdonképpen teljesen az utolsó simításokat végzi jelen pillanatban a kivitelező, néhány növényzetnek a kiültetése, illetve néhány elemeknek a megfelelő lefogatása, illetve a használati útmutatóknak a kihelyezése történik jelen pillanatban. A körbekerített játszótér egyelőre le van zárva, de így is sokan belopóznak a kíváncsiságtól és türelmetlenségtől vezérelve, hogy kipróbálhassák az új játszóelemeket. Nagyon sok újdonság készült, és a játszótér kutyafuttatóval is kiegészült. A tömbházak fele vezető sétányokat is felújítottuk, ugyanakkor számos padot és asztalt helyeztünk ki. Ugyanakkor ugye itt van az első kültéri tekbalasztal, ami egy újdonságnak számít, igyekszünk mindig valami újat, valami csavart belevinni a projektjeinkbe. Ez is egy úgymond kisebb módosítás volt, hiszen eredetileg nem volt benne a projektbe, de a figyelembe véve, hogy ott van egy elég aktív pingpong szerető társaság, akkor pingpongasztalt is helyeztünk ki, úgyhogy bízom benne, hogy mindannyian jó sokáig fogjuk tudni majd élvezni ezt a játszóteret. Mindemellett meglepetés is készül a helyszínen, amelyhez helyi iskolások segítségét is igénybe veszik. Ott a lakóvezetben, ahol készül ez a játszótér, van a szomszédságában egy trafóház, ahogy szoktuk nevezni, és készülünk oda is egy meglepetéssel, hiszen le fogjuk festeni, és akkor próbálunk ilyen mesebeli béka elemeket a Nagy István Zene és Képzőművészeti Liceum diákjai segítségével majd felvarázsolni. A játszótér kivitelezője a csíkszeredai ING Service Kft. A beruházást saját költségvetésből finanszírozta az önkormányzat, mely áfával együtt 2,18 millió lej. Bezárják a kiskorúaknak alkoholt árusító kereskedelmi egységeket. Kihirdette ugyanis tegnap Klaus Johannis államfő azt a törvényt, amelynek értelmében pénzbírságot és az üzlet vagy vendéglátóipari egység működési engedélyének felfüggesztését vonja maga után, ha kiskorút szolgálnak ki alkoholos itallal. A módosítás szerint az alkoholtartalmú italok forgalmazására jogosult üzlet vagy vendéglátóipari egység szabálysértést követ el, és 100-tól 500 lejig terjedő pénzbírsággal, illetve működési engedélyének 10 naptól 30 napig terjedő felfüggesztésével büntetendő, ha kiskorút szolgál ki alkohollal, akár pénzért, akár ingyen. 5 milliárd eurós hasznot hozott a befizetőknek a nyugdíjalap második pillére a bevezetése óta. A második pillér hozama jelentősen meghaladta az infláció szintjét. A tanácsadók ugyanakkor azt javasolják, hogy a harmadik pillérbe is fektessenek a munkavállalók. 5 milliárd eurós hasznot hozott a befizetőknek a nyugdíjalap második pillérére fordított befektetés, írja közleményében a Magánnyugdíjalap kezelőket tömörítő szervezet. Az alapba eddig összesen 16,9 milliárd eurónyi összeget fizettek be több mint 8 millió személy nevében, jelenleg 21,6 milliárd euró az alapértéke.
A második pillér hozama átlagosan 7,41%-os volt a bevezetése óta, az infláció pedig évente átlagosan 4,38%-os. A három pillérre alapuló nyugdíjrendszert 2008-ban vezették be. Az első pillér az állami nyugdíj alaphoz történő kötelező hozzájárulás, vagyis az adóból finanszírozott összeg. A második, szintén kötelező pillér egy 3,75%-os hozzájárulás, amit egy magánnyugdíj alap kezel. A harmadik pillér a munkavállaló által önkéntesen kötött nyugdíjbiztosítás. Érdemes a második, sőt a fakultatív, tehát a harmadik pillérnek számít a magánnyugdíjakba befektetni, hiszen a lakosság előregedik, és azt látjuk a napi hírekben, hogy folyamatosan a kormánynak nehéz előteremteni a nyugdíjakhoz szükséges pénzösszegeket, az állami nyugdíjakhoz szükséges pénzösszegeket. A második pillér azért nyereséges, tette hozzá, mert a befizetéseket nemzetközi szinten bejegyzett pénzintézetek kezelik, a befolyó összegeket értékpapírokba és tőzsdei alapokba helyezik. A nyugdíjalapok nemzeti és nemzetközi szinten is szabályozottak, a közgazdás szerint pedig a fiataloknak, pályakezdőknek ajánlott magánnyugdíjalapokba is fektetni a pénzüket. Ismét lesz lehetőségük a gyergyóiaknak, hogy megszabaduljanak fölöslegessé vált háztartási gépeiktől. Szombaton 10 és 17 óra között a művelődési ház előtti parkolóban összegyűjtik a kidobásra ítélt elektronikai cikkeket. Nagyobb darabok elszállításáért a 0746 136 552-es telefonszámot kell hívni. A jövőnek szóló üzenetet helyeztek el a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium épületének alapkövébe rejtett fémhengerben, amely iratokat és tárgyi emlékeket tartalmaz. Először mintegy 150 évvel ezelőtt rejtettek el hasonló kapszulát ugyanide, amelyet május közepén fel is fedtek, ennek a hagyománynak a folytatása a mostani akció. Leírás az iskola múltjáról és jelenéről, egy dobozban néhány érme, lej, forint és euró, városkitűző, egy adathordozó. Ezek kerültek abba az időkapszulába, amelyet a Székely Mikó kollégium falába helyeztek el hétfő délelőtt. Ez a városunk örökké otthonunk, számunkra Székelyföld szíve. Rendkívüli költőnk sorai vezéreltek, s kívánjuk vezéreljenek benneteket is. Élni a hó alatt is lehet jó, de csattogó szélben értelmesebb. Antal Árpád sepsiszentgyörgy polgármesterének üzenetét is tartalmazza a kapszula, amelyet válaszként helyeztek vissza az épület alapkövének üregébe, miután nemrégiben, május 17-én egy múzeológusok által talált leírás alapján megkeresték az 1870-ben elrejtett üzenetet. Az akkori iratok sajnos olvashatatlan állapotban kerültek elő a föld alól, az érméket viszont Nagyszebenbe küldték restaurálásra, ezeket felújításuk után az iskola múzeumi termébe helyezik vissza. Azt üzentük azoknak, akik ezt majd megtalálják és kibontják, hogy bízunk benne, reméljük, hogy akkor is ez a város egy magyar többségű város lesz. Akkor is, amikor majd az üzeneteinket olvassák, akkor magyarul fognak beszélni, magyarul fognak olvasni, és ez az iskola Székelyföld egyik legfontosabb szellemi műhelye lesz, ez a város pedig Székelyföld Erdély számára egy értékes város, mely irányt mutat. A mostani iratokat saválló papírra nyomtatták, valamint a kapszula is rozsdamentes, víztaszító anyagból készült. Az írásokat a biztonság kedvéért adathordozón is mellékelték. A múlt egy szelete, így lesz üzenet az utánunk jövők számára is, mondta a városvezető. Saját kérésükre felmentette tisztségeikből tegnap Marcel Colaco miniszterelnök az RMDS államtitkárait. Az államtitkárok mellett felmentette tisztségeikből a kormányfő a helyettes államtitkárt, főfelügyelőt és kormányfőtitkár helyetteseket is. Mindössze 10 nap van hátra az idei feltöltő kezdetéig. Nagyszínpadi koncertek, lelki feltöltődést ígérő előadások várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig Gyergyószentmiklóson. Mindenféle korlátozásoktól mentesen szervezhetik meg idén a Feltöltő Keresztény Zenefesztivált. Jó alkalom lesz a személyes találkozásokra, lelki feltöltődésre egyaránt, mondták el sajtótájékoztatón a rendezvény szervezői. A háromnapos eseménysor programját véglegesítették, bőven van miben válogatniuk az érdeklődőknek. Mintegy 70 programpont várja a feltöltődésre vágyókat, köztük 15 koncerttel.
Mindhárom nap gyerekkoncerttel indul majd az eseményeknek a sora, azért, mert szeretnénk a családokra és a gyerekekre külön hangsúlyt fektetni, mert ez a társadalmunknak az alapközössége, az alappillére, és nélkülük nem is tudnánk elképzelni ezt az eseményt. Pénteken az Árvácska együttes fog majd fellépni, ők gyerekek, akik gyerekeknek énekelnek majd. Szombaton a Andelik Jonatán Szuperhős című koncerttel folytatódik a sor, valamint vasárnap sor kerül az Apacuka együttes koncertjére, ahol kicsik és nagyok, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jól fogják majd magukat érezni. Ezen kívül, ami a színpadi programokat illeti, itt lesz még a Bandora együttes, a PZM Magyarországról, illetve Londonból érkezik majd a Hillsong, aki mondhatni azt, hogy a keresztény zenének az egyik legmeghatározóbb zenekara együttese. Ők angol nyelven fognak majd nyilván énekelni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon rá fogják majd a lelkünket Istenre hangolni. Szombaton itt lesz majd a Reménység együttes Marosvásárhelyről, Olá Gergő Magyarországról, Csiszér László és zenekara Magyarországról, vasárnap pedig a déli órákban hallhatjuk a Glory zenekart. Fit Kupa, papi foci, reggeli torna szolgálja a test egészségét. A szellemi gyarapodásra 10 előadás biztosít lehetőséget. Böjte Csaba, Pécsi Rita, Saffer Erzsébet, a Bódi tesók is az előadók között lesznek. Előadásaikra helyet foglalni, némely esetben belépőt váltani az InTime alkalmazáson keresztül lehet. A főhelyszín ezúttal Gyergyószent Miklós főtere lesz, ott kap majd helyet a nagy színpad és a tematikus sátrak. Itt lesznek felállítva a különböző tematikus sátrak, és hát gyerekkacagással lesz tele a város főtere, ugyanis nagyon színes, gazdag gyermekprogramokkal készülünk ebben az évben is, a gyerekkoncertek mellett. Igyekszünk minden korosztály számára megadni mindazt a feltöltődési lehetőséget, amire a lelkük és a szívük vágyik az embereknek, úgyhogy a legkisebbektől, már 3 hónapos kortól kezdődnek a kisbaba-mama foglalkozások, egészen a szépkorúakig lehet majd töltekezni ezekben a tematikus sátrainkban. Itt lesz velünk az Élet a Lélekben csapat is, itt lesz a Marosvásárhelyi Imádságháza is egy-egy tematikus sátorral, illetve lehet idén is sörözni, beszélgetni kötetlenül a papjainkkal, illetve sor kerül majd ebben az évben is a gyerekfeltöltő keretében arra a talentumos rendszerre, amit már nagyon-nagyon várnak a gyerekek, ugyanis minden program során, ahol részt vesznek és valamilyen tevékenységet végeznek a gyerekek, szerezhetnek talentumokat, amit majd beválthatnak ugrálóvára, csúszdára, buborék, vízi buborékra, illetve vásárolhatnak vele majd a játékboltban is különböző játékokat. Ifjúsági és kórus találkozókra is sor kerül, a férfiaknak pedig egész éjszakás vezetett tevékenységet kínálnak a Szent Anna kápolnáknál. A városért és a térségért fognak imádkozni. A feltöltő eseményei miatt lezárják a forgalom előtt a főtér Csíkszeredai kiárata Nagyáruház Városháza szakaszát 29-én délutántól hétfő reggelig. Az előttünk álló szombaton, június 24-én elrajtol a Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság Gyergyó Remetén. A kiírás 8. idényének első fordulóján közel 120 díjugró fog pályára lépni. Nagyba zajlanak már az előkészületek a 8. Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság első fordulójára, amit Gyergyó Remetén szerveznek meg. A verseny megálmodója Petrét Károly, aki egyben a Remetei Lovas Klub tulajdonosa is elmondta, hogy évről évre nagy fejlődés van a díjugratásban, idén közel 120 lovas iratkozott be a versenyre.
A Remetei Lovas Klub színeiben nagyjából 25 gyermek fog pályára lépni, ők már a tél folyamán megkezdték a felkészüléseket. Jelenleg is a nagyobb kategória egy ugrótáborral készül, a kisebbeket az oktatók készítik fel, hogy nagyjából tudjuk, hogy mire kell készíteni, és ez viszont nem most kezdjük neki készíteni az előtt egy héttel, hanem ez egy hosszas folyamat. Tehát azt lehet mondani, hogy egész télen a régi a bajnokságra és az ilyen versenyekre készítettük a gyerekeket, hogy most mikor eljön az a pillanat, hogy pályára tudnak állni, ott tudjanak bizonyítani. A szombati lovas eseményen két kategóriában állnak rajthoz a lovasok, lesz ügyességi verseny a 10 év alatti és 10 év feletti korosztály számára, illetve három ugró kategóriában is bizonyíthatnak a díjugratók. A regionális bajnokság 6 fordulóból áll, az utolsó forduló lesz a döntő, amit a Székelyföldi Lovasünnep keretében tartanak meg augusztus utolsó hétvégéjén. Székelyföldi regionális díjugrató bajnokságnak a döntőjét most már hagyományszerűen a Székelyföldi Lovas ünnepen szervezzük le, és hát nem volna bennem kis ravasság, ha nem emelném ki, hogy akkor ez idén egy 4 napos rendezvény lesz, augusztus 24 és 27 között kerül lebonyolításra, amelyen több mint 100 különböző program lesz, ennek természetesen túlnyomó többsége lovas program, és ennek egyik napja teljesen a Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság lebonyolítására van fordítva. Nagyon jó úton járunk, amikor jeles magyar szakemberek, kiemelhetjük nagyon gyorsan zárógyónát, érkeznek ide és oktatják a mi fiataljainkat, hiszen ahogy a gazdasági életben, hogy a civil életben a jó példát nagyon sokszor nyugatról, Közép-Európából, anyaországból hozzuk, és ha van pótolnivalónk, és a lehetőségeket megtaláljuk, felhasználjuk, úgy gondolom, hogy a Székelyföldi Lovas Értéktárhoz nagyon sokat tudunk hozzátenni. Köszönet a jeles magyar szakembernek a jelenlét és a segítségért. A napokban ugrótábor zajlik a Remetei Lovas Klubnál Záruk Gyula nemzetközi edző irányításával. Záruk, aki egyben aktív díjugrató, korábban már járt a Lovas Klubnál, hogy segítsen a tanítványoknak, elmondta, most is ezzel a céllal érkezett. Ha elkezdesz pattolni, a felső testrészed előre jön, kénytelen vagy, amúgy is picit gyerek neked kénytelen, ha így, akkor kénytelen vagy pattolni. Leülök, ide mélyen, lehet engedni még egy tengyel, jó, és picit balra ülök. Picit balra. Nem legyen, nem meg, így, próbál, egyenes, próbálok, erre, így menjen egész végig a lova. Próbálunk díjugrató tevékenységet folytatni, itt fiatal tanítványokkal. A másodjára vagyok itt Remetén, mint edzőtábor hozunk. Elég sok fiatal van és tehetséges. Mennyire könnyű, illetve mennyire nehéz velük dolgozni? Hát szépen kikerülve a szót, hogy mivel nincsen elég sok szakember itt Erdélyföldön, azért elég nehéz dolgozni velük. Nem értik, nem tudják igazából, hogy mit kell csinálni. És én ezt próbálom most rájuk erőtetni. Hátralevő napokban még mi vár a lovasokra? Hát próbáljuk megtanulni a vágtaugrásokat, próbáljuk megtanulni a lovak vezetését, hogy ne erőszakkal történjen, nem mint a székely földön, ahogy erőszakból jönnek, hanem szépen finomítani rajtuk, és próbáljuk minél több pályát menni, és az üléseket javítani. A szombati szezonnyitó bajnokság reggel 10 órától fog kezdődni, és várnak minden érdeklődőt a Remetei Lovas Klub székhelyére. Most pedig nézzük még egyszer egy-egy mondatban a fontosabb témákat. Új oktatási helyszínt keres, de nincs veszélyben a székelyudvarhelyi nővérképző. Az utolsó simításokat végzik a Mesebeli Béka játszótéren Csíkszeredában, néhány nap múlva át is adják a teret.
szezonnyitó lovas versenyre készülnek Gyergyó Remetén, szombaton elrajtol a székelyföldi regionális díjugrató bajnokság. Ezek voltak híreink ma, köszönöm, hogy velünk tartottak, a holnapi viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.